Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit! Mai adásunkat is híradóval kezdjük, témáink a következők. Kazasztán magyarországi nagykövete járt Hévízen, a polgármesterrel a partneri kapcsolatok erősítéséről tárgyaltak. Dr. Sulyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke volt a polgári kör legutóbbi vendége. Az általuk végzett munkát igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal. Szombaton zajlott a központi írásbeli felvételi, a Bibó gimnáziumban 90-en adtak számot tudásukról. Végezetül a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Cimbalok Trió koncertjére látogatunk el, a formáció Kárpát-medence dallamait hozta el a sportcsarnokba. Ez a mai kínálat, ha tehetik, tartsanak velünk! Kazasztán magyarországi nagykövete látogatott Hévízre, Papp Gábor polgármesterrel a Városházán tárgyaltak együttműködési lehetőségekről. Nurbach Rusztamov 5 éve tevékenykedik Magyarországon nagykövetként. Mint kiemelte, Kazasztánnak Magyarország egyedülálló stratégiai partnere, szoros gazdasági és turisztikai kapcsolatról beszélhetünk. Hévízen is ezeket a partneri kapcsolatokat szeretné erősíteni. Hungary is the only strategic partner of Kazakhstan. Magyarország Kazasztán egyik kiemelt partnere Európa térségéből. Mivel Kazasztán és Magyarország között közvetlen repülőjárat is van már, szorosabb lett a kötelék a két ország között. Polgármester úrral arról szeretnék beszélni, melyek azok a turisztikai lehetőségek, melyek tovább tudnák erősíteni a jó kapcsolatot. Hévíz egy egyedi termék, az egész világon elismert. Sajnos Kazasztánban kevésbé ismerik a gyógytavat, ezért is gondolom úgy, hogy közös feladatunk ezen változtatni. Mint Papp Gábor polgármester elmondta, Hévíz városa igyekszik erős külkapcsolatokat kiépíteni. Erre jó példa az is, hogy tavaly évvégén a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére Hévíz is részt vett Asztanában, a kazak fővárosban egy egészségipari világkiállításon. Tudjuk, hogy ebből a térségből gyakorlatilag nagyon sok turista érkezik, illetve érkezhet. Ez kifejezetten Kazasztára még ilyen módon nem érvényes, de hát az egy olyan országról beszélünk, amely ma mondhatjuk azt, hogy a iparának, illetve a különböző nyersanyagoknak tekintetően egy világhatalom, és nagykövet úr kiválóan képviseli a két ország közötti kapcsolatot, és tudjuk azt is, hogy a magyar kormány is nem véletlenül vett részt ezen az expón, és olyan befektetéseket próbálunk összehozni. Ennek egy második lépése, illetve egy párhuzamos lépése az, hogy a turizmus területén is egyértelműen előre tudjunk lépni. A nagykövet nem először járt Hévízen, ismeri a várost, ezért is gondolja úgy, hogy az itteni gyógyturisztikai kínálat vonzó lehet Kazasztánban is. Engedjék meg, hogy az önök nevében is nagyon nagy tisztelettel köszöntsem ma esti vendégünket, illetve a Széchenyi Kör ma este vendégét, dr. Sulyog Tamás urat. Dr. Sulyog Tamás az Alkotmánybíróság elnöke volt a Hévízi Széchenyi Polgári Kör Egyesület legutóbbi összejövetelének vendége. Dr. Sulyog Tamás a Magyar Alkotmánybíróság története a rendszerváltástól napjainkig címmel tartott előadást. Mint az elnök hangsúlyozta, olyan témákat hozott, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Szót ejtett így az Alkotmánybíróság munkájáról, annak illeszkedéséről az európai alkotmánybíróságokhoz és a legújabb határozatokról is. Mint az elnök kiemelte, fontosnak tartják az informálást és a lakossággal folytatott kommunikációt, ezért is tartanak rendszeresen a mostanihoz hasonló előadásokat. Az alkotmánybíróság kommunikációjában az utóbbi időben különösen ügyelünk arra, hogy egyszerűen fogalmazzunk a nyilvános hirdetéseinken. Korábban felolvastuk a teljes határozatot, hát ami nyilván nem jogászok számára igen nehezen érthető massza volt. Most próbálunk érthető nyelven fogalmazni. Az ismeretterjesztő előadásoknak a magam részéről nagyon örülök, ha erre meghívnak, mert megpróbálom közelebb hozni az emberekhez a mindennapi életünket. Úgy gondolom nagyon fontos, mert mi azokért az emberekért dolgozunk, akik minden nap végzik a munkájukat, ugyanúgy, mint mi. Mi a kis embert védjük, ez az Alkotmánybíróság funkciója.
Dr. Sulyog Tamás kiemelte, a Magyar Alkotmánybíróság a rendszerváltáskor az egyik legszélesebb hatáskörű alkotmánybíróság volt Európában, bárki kezdeményezhetett alkotmányossági felülvizsgálatot. Így az intézmény a felhalmozott ügymennyiség miatt szinte működésképtelenné vált. Az új alaptörvény aztán az Alkotmánybíróságnak új hatásköröket határozott meg. Az elnök ennek az elmúlt 6 évnek a tapasztalatairól is szólt az érdeklődőknek. Diákokat hívni fogom, és a kollégáim átviszik őket a gimnázium főépületébe, ott fogják megírni a központi írásbelit. A Hévízi Bibó István gimnázium is egyike volt azoknak az intézményeknek, akik központi írásbeli felvételi vizsgát szerveztek a leendő 9. évfolyamos diákoknak. Hivatalosan a gimnáziumok és a szakgimnáziumok tarthatnak központi írásbelit. A 2017-18-as tanévben 421 középiskola felvételivel kapcsolatos elvárásai között szerepel ez a megmérettetés is. A diákok magyar nyelvből és matematikából adtak számot tudásukról. Természetesen a diákoktól a gondolkodás készségét azt kéri, a térlátás megjelenik, és nagyon fontos az, hogy ne csak betanult és bemagolt képleteket tudjanak előhozni és behelyettesíteni, hanem tényleg egy szövegből a lényeget kiemelve, egy képletet alkalmazva oldjanak meg feladatokat, illetve a magyar résznél is tényleg a képzelő erejükre hagyatkozzanak, és egy komplex feladat nehézséget oldjanak meg. Az igazgató hozzátette még, az elmúlt évek feladatsorait kitöltve jól felkészülhettek a diákok a vizsgára, hiszen egyes típus példák évről évre visszaköszönnek a feladatlapokon. Az egész országban 9. évfolyamra jelentkezve több mint 54 ezer diák írta meg a felvételit. A környéken két középiskola kéri a központi vizsga eredményét a felvételi eljárás során, a Vajda János Gimnázium és a Hévízi Bibó István Gimnázium. A Bibóban ezúttal 90 diák vett részt a központi írásbeli vizsgán. A pótfelvételit január 25-én tartják majd. ...1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy a feljegyzések szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Mint az egész országban, Hévízen is hagyomány, hogy programmal emlékeznek az évfordulóra. Ezúttal a Cimbalok trió várta a közönséget a Városi Sportcsarnokban. A 6 éve egy amerikai turné kapcsán alapított formáció célja Magyarország és a Kárpát-medence többi népének hangszeres és énekes muzsikájából ízelítőt nyújtani koncertjeik során. Fontos, hogy az emberek tudjanak önmagukról, a saját kultúrájukról. Ugye sajnos elszenvedtük azt a történelmet, ahol a saját magyar kultúránk az kikopik az emlékezetből, és itt nem csak a népi tradíciókra gondolok. Úgyhogy minél gazdagabbá és minél intenzívebben tudunk erre emlékezni, illetve minél jobban fel tudjuk idézni, vagy tovább tudjuk éltetni, ez mind hasznosnak találandó. A Hévízre hozott repertoár a Kárpát-medence népeinek sokszínűségéhez igazodva változatos volt. A reneszánsz dallamoktól az újabb népzenékig elhangoztak alkotások. Mint a trió vezetője kiemelte, a cimbalom ugyan egy magyar tökéletesítés, ma már hungarikum, ám az egész világon elterjedt hangszer. Ezért olyan vidékek zenéi is felcsendültek, melyek távolabb esnek a cimbalom őshazájától. A Cimbalok trió koncertjének egy részletét híradónk után magazinműsorunkban tekinthetik meg. A spirituális kör ezoterikus előadássorozat következő alkalmával a művészet gyógyító hatásáról lesz szó. Az érdeklődőket Berki Nóra önfejlesztő tréner várja január 24-én szerdán 17 órai kezdettel a Városi Könyvtárban. A Viva la Musica komoly zenei koncertsorozat következő alkalmával csellót, hegedűt és zongorát szólaltatnak meg a református templomban. A koncert január 26-án pénteken 19 órakor kezdődik. Thank you.
Molly Bloom vagyok. Hallott már rólam? Elolvastam a vádiratát, mintán felhívott, és megvettem a könyvét. Tisztában van vele, hogy azzal vádolják, hogy illegális szerencsejátékot üzemeltetek? Elfogad engem az ügyfelének? Nem hiszem, hogy meg tudom győzni a partnereimet, hogy elvállaljanak egy pókerhercegnőt. Azt hiszi, egy hercegnő képes arra, amit én tettem? Nagyon téved. Látom, hogy nem tart valami sokra, de mi lenne, ha hamis információkon alapuló felszínes véleménye tévesnek bizonyulna? Le lennék nyűgözve. Ez igaz történet, de minden nevet megváltoztattam az enyémen kívül. Hé, Molly, a heti pókerklubom átkerült a Cobra Lounge-ba. Te fogod vezetni. Mozisztárokkal, rendezőkkel és üzleti mogulokkal voltam egy szobában. Mindent feltettek, minden alkalommal. Köszönöm, Molly. Ez a tiéd. Köszönöm szépen. Nem kapsz asszisztensi fizetést. Kirúgsz? Nem rúglak ki, csak nem fizetlek tovább. A játék után minden héten kapsz pénzt, ez így nem fel. Nem adsz fizetést, mert túl sokat keresek a másodállásommal, és ha nemet mondok rá, mindkét állást elveszítem, mert szerinted nem fair. Nem vagy alkupozícióban. Lényegtelen vagy. Tudod, hány boszorkányt égettek meg Szálemben? Hányat? Egyet sem. Nem mágiára küldték, felakasztották őket. A megalázottság helyét őrült harag vette át a tehetetlenségem miatt. Nem kellett hozzá sok, hogy előálljak a tervemmel. Minden kedden játékot fogok vezetni ebben a lakosztályban. A kezdőtét 250 ezer. Ez nagyot fog szólni. Játszunk! 8 évig vezette Hollywoodban, és 2 évig New Yorkban a világ legexkluzívabb és dekadensebb férfi klubját. Látta a többi nevet a vádiratában. Molly, milyen szoros volt a kapcsolata az orosz maffiával? Őrületes hírverést kaptál. 2,8 millió üti a markát most azonnal. Szét fognak cincálni. Sikerült egy sok millió dolláros üzletet kiépítened pusztán az eszedre hagyatkozva. És most bírósági vizsgálat elé nézek. Hát senki sem tökéletes. Új ajánlat érkezett. Felmentik minden vád alól, ha átadja a merev lemezeket. Látta, mi van azokon a lemezeken. Családok, életek, karrierek mennek tönkre. Miért egyedül viszi el a balhét? Hol vannak azok, akiket védelmez azzal, hogy nem mond el mindent? Mindent elmondok nekik, amit tudni akarnak rólam. Csak rólam. Ennyi. Elit játszma. Hamarosan a mozikban. Az elmúlt időszakban milliónyi bevándorló érkezett Európába. A magyar határon felépített kerítés azonban ma már megállítja őket. Soros György szerint ezt a kerítést le kell bontani, és további milliókat kell betelepíteni Afrikából és a Közel-Keletről. Ez veszélyes, ezért a Soros tervet meg kell akadályozni. Stop Soros! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Kedves nézőink, most következő magazinműsorunkban elsőként a már híradomból megismert Címbalok trió hévízi koncertjének egy részletét tekinthetik meg, majd a Zalai krónika következik, a megye eseményeiről is szólunk Önöknek. További szép estét kívánok!
Megfogtam egy szúnyogot, nagyon volt egy lóna, kisütöttem a zsírját, több lett a gyakorna. Aki ezt nem elviszi, szavarabb egy lóna, aki ezt nem elviszi, szavarabb egy lóna. Thank you.
A tartalomból. Elnöki évértékelő. Új mentőbázis épülhet Zalaegerszegen. Intelligens rendszerű szaktantermek Keszthelyen. Pályaorientációs nyílt napok a megye felsőoktatási intézményeiben. Köszöntöm kedves nézőinket! 2017 sikeres esztendő volt a Zala megyei önkormányzat számára is. Az uniós projektek előkészítése folyamatosan zajlott, s a pályázatok nagy része kedvező elbírálást kapott a tavalyi évben. 151 nyertes pályázat már megvan, és a rendelkezésünkre álló 7 évre szóló 23 milliárd forintból 21 milliárd forint már gazdára talált. Ezeknek a pénzeknek az elköltése következhet most 2018-ban, és bízom benne, hogy minden önkormányzat megfelelő módon tervezett, és akkor a megvalósítások, a beruházások 18-ban, 19-ben léte is jönnek. Kis településeknél elsősorban vidékfejlesztési programokban volt lehetőség pályázni, a nagyobb településeknek, civil szférának, egyházaknak pedig a területi operatív programban. Zöld jelzést kaptak 2017-ben a megye gazdaságát alapjaiban meghatározó beruházások is. A megye székhelyen mintegy 40 milliárd forintos ráfordítással járműipari tesztpálya létesül, s döntés született arról is, hogy 170 milliárd forintból megépül az R76-os gyorsforgalmi út, mely Zalaegerszeget köti össze az M7-es autópályával. Elkezdődött az M70-es út felújítása is, melynek befejezése 2019 második felében várható. A Balaton üdülő régiónak jutó 300 milliárd forintos fejlesztési keretből több Zala megyei település is részesül, Keszthely pedig a területi operatív program forrásaiból használhat fel 4 milliárd forintot. Történelmi pillanatok ez a megye számára. Ezek az évek olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek a következőben meg fogják határozni a megye sorsát. De nem szabad elfeledkeznünk arról is, hogy vannak még hiányosságok, amelyeket pótolni kell. Bár 17-ben történtek lépések, ha csak az útfelújításra gondolok, akkor a területi operatív programból 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre erre, és hát nagy adósságunk az útfelújítások mellett, azt gondolom még, hogy valami módon a nettó átlagjövedelem növekedése Zala megyében is megvalósuljon. Ehhez a vállalkozói szférát az önkormányzatok és az Zala megyei önkormányzat minden elejével támogatja, és bízom benne, hogy a jövő év elején már erről is beszámolhatok, hogy 2018 azért volt még sikeresebb, mint 2017, mert a nettó átlagjövedelmek is nőttek. Megkezdődtek a zalaegerszegi mentőállomás átépítését előkészítő tervezési munkálatok, jelentették be a bázison tartott sajtótájékoztatón. A központ, mely a városi és városkörnyéki lakosok ellátását szolgálja, régóta rekonstrukcióra vár. Az új létesítményre szükség is van, hiszen az zalaegerszegi mentőállomás az 1954-es alapítás óta az itt dolgozók létszámát és a gépkocsi parkot tekintve is nagy változáson ment keresztül. Akkor az a Zalaegerszeg körzetet irányították innen, most pedig ugye már az egész megyét, ez nyilván nagyobb személyi feltételt és nagyobb technikai feltételt igényel. Azóta alakult ugye a betegszállítás irányító csoportunk, szintén egy külön helyiség, külön technikai feltétellel, azóta az irodai apparátusunknak a létszáma is megnőtt. Ezen kívül ugye a kivonuló állományunk, a kocsiparkunk is szépen nőtt, ahogy a technikai feltételek megkívánták, és így ezáltal most már így az autók és a személyek sem férnek el. A megye többi mentőállomását már korábban felújították, illetve újakat is építettek. A 10 központ közül már csak az zalaegerszegi helyzete várt megnyugtató megoldásra. Azt ígértük a ittenieknek, itt dolgozóknak, hogy szeretnénk ezt is felújítani. Kormány felé fordultunk, és Balogh Zoltán miniszter úr meghallgatta kérésünket. A kormány december 28-án közben megjelentette, hogy 42 millió forintot biztosít a tervezésre. Sokkal nagyobb területen lehet egy vadonatúj mentőállomást fölépíteni, amelynek a költsége 500-800 millió között lehet, hiszen a tervezéstől függ, hogy milyen épületet tervez ide a tervezőmérnök. Az új mentőállomás kialakítása most már elérhető közelségbe került, ám még mindig kérdéses a létesítmény helyének kijelölése. Nem nagyon fogunk találni ennél jobb helyet. Éppen ezért aztán annak érdekében, hogy ez a beruházás meg tudjon történni, lehet, hogy a mostani területet egy picit egy szomszédos ingatlan megvásárlásával bővíteni kell, és utána pedig valószínűleg a teljes bontás és az új építés lesz az a járható út, amit szerintem követni kell.
a kormányhivatal a tervezéshez, a munkálatok előkészítéséhez a hatóságai szakemberei révén fog segítséget nyújtani. Rövid határidőn belül a lehető legjobb színvonalú munkával segítjük a mentőállomás megvalósítását. Országosan egyedülálló világszínvonalú villamosipari tantermeket építettek ki a keszthelyi Asbóth Sándor szakgimnáziumban. A három intelligens rendszerű helyiséget az intézmény egy multinacionális céggel közösen mintegy 50 millió forintból valósította meg. Ipari vezérlőket programoznak a diákok az új tanteremben. Ez is egy olyan terület, melyet a fejlesztésnek köszönhetően tudnak oktatni az intézményben. A tanulók úgy látják, sok lehetőséget kínál számukra a fejlesztéssel kibővült villamosipari képzés. Nem sok ember ismeri ezt még az országban, tehát egyedülálló képzés szinte itt a környéken, tehát nagyon sok lehetőséget nyújt. Az Asbóth iskola számos versenysikert tudhat magáénak, különösen a szépségápolás területén. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően az elektrotechnikában is nemzetközi sikereket érhetnek el, emelte ki Csótár András iskolaigazgató. Ez az európai szintű és már a jövőben mutató technikákat alkalmazó fejlesztés megsegít minket abban, hozzásegít minket ahhoz, hogy a villanyszerelés és az erősáram elektrotechnikus képzésünkkel is ott lehessünk a ország abszolút szűk élmezőnyében, illetve kijuthassunk a nemzetközi versenyzés szintereire. A tantermek túlmutatnak a tantárgyi követelményeken, emelte ki beszédében a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné kihangsúlyozta, a nemzetközi versenyfelkészüléseken túl az aktuális munkaerőpiaci igényeket tudja kiszolgálni a terem együttes. Itt megtanulják azokat a technikákat, technológiákat, amit már a valós életben közvetlenül a termelésbe tudnak akkor alkalmazni. Meggyorsítja gyakorlatilag a termelésbe való belépését a végzősöknek. Az iskola a Le Grand ZRT-vel közösen valósította meg a közel 50 millió forintos beruházást. Az országosan egyedülálló tantermek mind összeköttetésben vannak. Az intelligens eszközök révén világszínvonalú berendezéseken tanulhatnak a diákok. A megye fejlesztési biztosa szerint ez egy jó példa arra, hogy a nagy cégek hogyan segítik az oktatást. Közép és hosszú távú befektetés az oktatás, tehát ez jó cégek kellenek. De azt gondolom, hogy akik a diákok bejönnek egy ilyen terembe, azok szívesen fogják választani ezt a szakmát, mert látszik, hogy együtt haladnak a korral, és megtalálják a számításukat. A három új tanteremben az oktatáson és versenyfelkészítésen kívül szakmai tréningeket is lehet tartani, melyek a már végzett szakemberek továbbképzését segíthetik elő. Zala megye felsőoktatási intézményeiben is elkezdődtek a pályaorientációs nyílt napok. A Pannon Egyetem zalaegerszegi mérnöki karának tájékoztatóján az egyetem különböző karai, valamint a duális képzésben résztvevő partner cégek standjai is várták a végzős középiskolásokat. Láthatóan növekvő kereslet és széles kínálat biztosította, hogy a partnerek egymásra találhassanak. A megye ipara tárt karokkal várja az itt képzett szakembereket, a diákok pedig szinte az egész Dunántúlról érkeztek a nyílt napra. Az egyetemi nagy előadót zsúfolásig megtöltő középiskolásoknak dr. Németh Sándor a kar oktatási dékán helyettese elmondta, hogy Zalaegerszegen alapszakon mehatronikai mérnökképzés indul nappali és levelező tagozaton, de vannak szakmérnök képzések is, ahol a már végzett szakemberek képezhetik tovább magukat. Az elmúlt tanévben 38 hallgatót vettek fel a mérnöki karra, és várhatóan hasonló lesz a keretszám az idén is. Nyílt napot tartott a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zalaegerszegi képzési központja is. A vártnál lényegesen több érdeklődőt vonzottak, igazolva, hogy a szakok legalább olyan népszerűek a hallgatók körében, mint amennyire fontos a kihelyezett képzés az anyaintézmény számára. Évről évre egy stabil hallgatói létszámot láthatunk itt, és tapasztalhatunk az zalaegerszegi képzési központba, ami én azt gondolom az itteni kollégáknak a köszönhető legfőképpen, hiszen olyan szakmai tartalommal töltik meg ezt az amúgy is családias képzési központot, ami miatt szívesen választják a hallgatók az zalaegerszeget és a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi képzési központját.
A nyílt napon a felvételi eljárás ismertetése mellett a leendő hallgatók átfogó képet kaptak az induló szakokról. Ezek már jól bevált képzések. Nagyotornász szakirányra lehet jelentkezni, illetve az egészségügyi szervező alapszak 3 specializációjára, az egészségturizmus szervező, az egészségügyi vitelszervező és az egészségbiztosítás specializációra. A gyógytornász szakmában nagyon sok területen el lehet helyezkedni. Az egészségügyi szervező területen az egészségturizmus azt gondolom, hogy nagyon kiemelt jelentőséggel bír szintén, hiszen a kormánynak egy kiemelt területe a turizmusnak a támogatása, fejlesztése, tehát jól lehet tudnak helyezkedni hallgatóink. Természetes, hogy Zalából jelentkeznek a legtöbben, de az ország más pontjáról is mindig vannak felvételizők. Én a Sárvári Tinodi gimnáziumból jöttem, most vagyok negyedikes, végzős, és itt szeretném folytatni a tanulmányaimat a gyógytornász szakon. Mi vezetett erre a döntésre? Sokszor sérültem le, és szeretném másoknak segíteni, hogy ez velük ne történjen meg. Fontos szempont, hogy a hallgatók piacképes diplomát kapnak. Az Zala megyei Szent Rafael Kórház is nagy munkaerőfelvevő, és a képzés is jótékonyan hat az intézmény szakmai munkájára. Amikor a főiskola elindult, 4-5 gyógytornász dolgozott a kórházban, ma pedig a számuk megközelítőleg 60 fő. Azt gondolom, hogy olyan képzés zajlik Zalaegerszegen, amely megteremtette szinte elsőként az egészségügyben, hogy önálló kompetenciával rendelkezzenek a szakdolgozók, és ma már nem csak az ortopédián, traumatológián, hanem valamennyi osztályon jelen vannak a gyógytornászok, és segítik a gyógyulást. Várossá nyilvánításának 39. évfordulóját ünnepelte Lenti. A rendezvény alkalmat kínált az elmúlt esztendő eredményeinek összegzésére, valamint az idei év feladatainak számbavételére is. Sikeres évet tudhat maga mögött a város, emelte ki köszöntőjében Horváth László polgármester, majd hozzátette. A lakosság támogatására és összefogására is szükség volt a helyi közösség érdekeit szolgáló beruházások megvalósításához. Elkészült műfüves pálya, amit régóta hiányoltak a sportolni vágyók, megvalósult az óvoda bölcsőde belső felújítása, a tökölés Petlen utcák rivóvíz rekonstrukció után új burkolatot kaptak, felújítottuk a málomfai ravatalozót. Több mint 25 hazai és nemzetközi projektben közel 5 milliárd forint értékű munka megkezdése és elvégzése vár ránk, és a tavalyi előkészítés és a tervezés után mondhatjuk azt, hogy 2018 a küzdelem, a szorgalom és a fejlődés éve lesz. Ünnepi köszöntőjében dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter példaértékűnek nevezte Lenti fejlődését, s a helybeliek szorgalmát és tenni akarását. Komoly fejlesztésekre volt szükség, és most is jó néhány van folyamatban. Ez köszönhető annak, hogy mind a kormányzati vidékpolitika, mind a helyi önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat elképzelései találkoznak. Ennek is az eredménye, hogy Lenti megtalálta a kitörési pontot az idegenforgalomban. Tényleg egy világszínvonalú strandfürdő szálloda várja az ide érkezőket. Megtartotta újévi fogadását Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzata. Az eseményen átadták a város innovációs díját is. A közgyűlés még decemberben határozott arról, hogy az AIB építőipari és a Vindor Kft.-nek innovációs díjat adományoz. Az ezt jelképező elismerést minden évben más zalaegerszegi képzőművész készíti el. Idén erre a feladatra Müller Imre festőművészt kérték fel. A kitüntetetteket meglepetésként érte a döntés. Egyáltalán nem számítottam a díj elnyerésére. Úgy érzem, hogy hatalmas támogatást kaptunk a várostól, a közgyűléstől, az itt élő emberektől, segítséget az ingatlanok értékesítésébe, felépítésébe. Megmondom őszintén, hogy a tervek azok továbbra is azok, ami eddig volt. Teljes gőzzel továbbra is szeretnénk építkezni. Úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka volt, nem az én érdemem, ez a cégnek az érdeme, illetve a családom érdeme, aki mellettünk, mögöttünk áll. Továbbra is ugyanezt fogjuk folytatni, amit eddig megcsináltunk. Az átadás után a térség országgyűlési képviselője mondott pohárköszöntőt. Kedves nézőink, ezzel mai összeállításunk végéhez értünk. Műsorainkat megtalálják a legnagyobb közösségi videó megosztón is, a Zalai Krónikát keresve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit. Mai adásunkat is híradóval kezdjük, témáink a következők. Kazasztán magyarországi nagykövete járt Hévízen, a polgármesterrel a partneri kapcsolatok erősítéséről tárgyaltak. Dr. Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke volt a polgári kör legutóbbi vendége. Az általuk végzett munkát igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal. Szombaton zajlott a központi írásbeli felvételi, a Bibó gimnáziumban 90-en adtak számot tudásukról. Végezetül a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Cimbalok Trió koncertjére látogatunk el, a formáció Kárpát-medence dallamait hozta el a sportcsarnokba. Ez a mai kínálat, ha tehetik, tartsanak velünk! Kazasztán magyarországi nagykövete látogatott Hévízre, Pap Gábor polgármesterrel a Városházán tárgyaltak együttműködési lehetőségekről. Nurbach Rusztamov 5 éve tevékenykedik Magyarországon nagykövetként. Mint kiemelte, Kazasztánnak Magyarország egyedülálló stratégiai partnere, szoros gazdasági és turisztikai kapcsolatról beszélhetünk. Hévízen is ezeket a partneri kapcsolatokat szeretné erősíteni. Hungary is the only strategic partner of Kazakhstan. Magyarország Kazasztán egyik kiemelt partnere Európa térségéből. Mivel Kazasztán és Magyarország között közvetlen repülőjárat is van már, szorosabb lett a kötelék a két ország között. Polgármester úrral arról szeretnék beszélni, melyek azok a turisztikai lehetőségek, melyek tovább tudnák erősíteni a jó kapcsolatot. Hévíz egy egyedi termék, az egész világon elismert. Sajnos Kazasztánban kevésbé ismerik a gyógytavat, ezért is gondolom úgy, hogy közös feladatunk ezen változtatni. Mint Pap Gábor polgármester elmondta, Hévíz városa igyekszik erős külkapcsolatokat kiépíteni. Erre jó példa az is, hogy tavaly évvégén a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére Hévíz is részt vett Asztanában, a kazah fővárosban egy egészségipari világkiállításon. Tudjuk, hogy ebből a térségből gyakorlatilag nagyon sok turista érkezik, illetve érkezhet. Ez kifejezetten Kazasztára még ilyen módon nem érvényes, de hát az egy olyan országról beszélünk, amely ma mondhatjuk azt, hogy a iparának, illetve a különböző nyersanyagoknak tekintetően egy világhatalom, és nagykövet úr kiválóan képviseli a két ország közötti kapcsolatot, és tudjuk azt is, hogy a magyar kormány is nem véletlenül vett részt ezen az expón, és olyan befektetéseket próbálunk összehozni. Ennek egy második lépése, illetve egy párhuzamos lépése az, hogy a turizmus területén is egyértelműen előre tudjunk lépni. A nagykövet nem először járt Hévízen, ismeri a várost, ezért is gondolja úgy, hogy az itteni gyógyturisztikai kínálat vonzó lehet Kazasztánban is. Engedjék meg, hogy az önök nevében is nagyon nagy tisztelettel köszöntsem ma esti vendégünket, a Széchenyi Kör ma este vendégét, dr. Súlyog Tamás urat. Dr. Súlyog Tamás az Alkotmánybíróság elnöke volt a Hévízi Széchenyi Polgári Kör Egyesület legutóbbi összejövetelének vendége. Dr. Súlyog Tamás a Magyar Alkotmánybíróság története a rendszerváltástól napjainkig címmel tartott előadást. Mint az elnök hangsúlyozta, olyan témákat hozott, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Szót ejtett így az Alkotmánybíróság munkájáról, annak illeszkedéséről az európai alkotmánybíróságokhoz és a legújabb határozatokról is. Mint az elnök kiemelte, fontosnak tartják az informálást és a lakossággal folytatott kommunikációt, ezért is tartanak rendszeresen a mostanihoz hasonló előadásokat. Az alkotmánybíróság kommunikációjában az utóbbi időben különösen ügyelünk arra, hogy egyszerűen fogalmazzunk. A nyilvános hirdetéseinken korábban felolvastuk a teljes határozatot, hát ami nyilván nem jogászok számára igen nehezen érthető massza volt. Most próbálunk érthető nyelven fogalmazni. Az ismeretterjesztő előadásoknak a magam részéről nagyon örülök, ha erre meghívnak, mert megpróbálom közelebb hozni az emberekhez a mindennapi életünket. Úgy gondolom nagyon fontos, mert mi azokért az emberekért dolgozunk, akik minden nap végzik a munkájukat, ugyanúgy, mint mi. Mi a kis embert védjük, ez az Alkotmánybíróság funkciója.
Dr. Súlyog Tamás kiemelte, a Magyar Alkotmánybíróság a rendszerváltáskor az egyik legszélesebb hatáskörű alkotmánybíróság volt Európában, bárki kezdeményezhetett alkotmányossági felülvizsgálatot. Így az intézmény a felhalmozott ügymennyiség miatt szinte működésképtelenné vált. Az új alaptörvény aztán az Alkotmánybíróságnak új hatásköröket határozott meg. Az elnök ennek az elmúlt 6 évnek a tapasztalatairól is szólt az érdeklődőknek. Diákokat hívni fogom, és a kollégáim átviszik őket a gimnázium főépületébe, ott fogják megírni a központi írásbelit. A hévízi Bibó István gimnázium is egyike volt azoknak az intézményeknek, akik központi írásbeli felvételi vizsgát szerveztek a leendő 9. évfolyamos diákoknak. Hivatalosan a gimnáziumok és a szakgimnáziumok tarthatnak központi írásbelit. A 2017-18-as tanévben 421 középiskola felvételivel kapcsolatos elvárásai között szerepel ez a megmérettetés is. A diákok magyar nyelvből és matematikából adtak számot tudásukról. Természetesen a diákoktól a gondolkodás készségét azt kéri, a térlátás megjelenik, és nagyon fontos az, hogy ne csak betanult és bemagolt képleteket tudjanak előhozni és behelyettesíteni, hanem tényleg egy szövegből a lényeget kiemelve, egy képletet alkalmazva oldjanak meg feladatokat, illetve a magyar résznél is tényleg a képzelő erejükre hagyatkozzanak, és egy komplex feladat nehézséget oldjanak meg. Az igazgató hozzátette még, az elmúlt évek feladatsorait kitöltve jól felkészülhettek a diákok a vizsgára, hiszen egyes típus példák évről évre visszaköszönnek a feladatlapokon. Az egész országban 9. évfolyamra jelentkezve több mint 54 ezer diák írta meg a felvételit. A környéken két középiskola kéri a központi vizsga eredményét a felvételi eljárás során, a Vajda János Gimnázium és a hévízi Bibó István Gimnázium. A Bibóban ezúttal 90 diák vett részt a központi írásbeli vizsgán. A pótfelvételit január 25-én tartják majd. Óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy a feljegyzések szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Mint az egész országban, hévízen is hagyomány, hogy programmal emlékeznek az évfordulóra. Ezúttal a Cimbalok trió várta a közönséget a Városi Sportcsarnokban. A 6 éve egy amerikai turné kapcsán alapított formáció célja Magyarország és a Kárpát-medence többi népének hangszeres és énekes muzsikájából ízelítőt nyújtani koncertjeik során. Fontos, hogy az emberek tudjanak önmagukról, a saját kultúrájukról. Ugye sajnos elszenvedtük azt a történelmet, ahol a saját magyar kultúránk az kikopik az emlékezetből, és itt nem csak a népi tradíciókra gondolok. Úgyhogy minél gazdagabbá és minél intenzívebben tudunk erre emlékezni, illetve minél jobban fel tudjuk idézni, vagy tovább tudjuk éltetni, ez mind hasznosnak találandó. A hévízre hozott repertoár a Kárpát-medence népeinek sokszínűségéhez igazodva változatos volt. A reneszánsz dallamoktól az újabb népzenékig elhangoztak alkotások. Mint a trió vezetője kiemelte, a cimbalom ugyan egy magyar tökéletesítés, ma már hungarikum, ám az egész világon elterjedt hangszer. Ezért olyan vidékek zenéi is felcsendültek, melyek távolabb esnek a cimbalom őshazájától. A Cimbalok trió koncertjének egy részletét híradónk után magazinműsorunkban tekinthetik meg. A spirituális kör ezoterikus előadás sorozat következő alkalmával a művészet gyógyító hatásáról lesz szó. Az érdeklődőket Berki Nóra önfejlesztő tréner várja január 24-én szerdán 17 órai kezdettel a Városi Könyvtárban. A Viva la Musica komoly zenei koncertsorozat következő alkalmával csellót, hegedűt és zongorát szólaltatnak meg a református templomban. A koncert január 26-án pénteken 19 órakor kezdődik.
Molly Bloom vagyok. Hallott már rólam? Elolvastam a vádiratát, miután felhívott, és megvettem a könyvét. Tisztában van vele, hogy azzal vádolják, hogy illegális szerencsejátékot üzemeltetek? Elfogad engem az ügyfelének? Nem hiszem, hogy meg tudom győzni a partnereimet, hogy elvállaljanak egy pókerhercegnőt. Azt hiszi, egy hercegnő képes arra, amit én tettem? Nagyon téved. Látom, hogy nem tart valami sokra, de mi lenne, ha hamis információkon alapuló felszínes véleménye tévesnek bizonyulna? Le lennék nyűgözve. Ez igaz történet, de minden nevet megváltoztattam az enyémen kívül. Hé, Molly, a heti pókerklubom átkerült a Cobra Lounge-ba. Te fogod vezetni. Mozisztárokkal, rendezőkkel és üzleti mogulokkal voltam egy szobában. Mindent feltettek, minden alkalommal. Köszönöm, Molly. Ez a tiéd. Köszönöm szépen. Nem kapsz asszisztensi fizetést. Kirúgsz? Nem rúglak ki, csak nem fizetlek tovább. A játék után minden héten kapsz pénzt, ez így nem fel. Nem adsz fizetést, mert túl sokat keresek a másodállásommal, és ha nemet mondok rá, mindkét állást elveszítem, mert szerinted nem fair. Nem vagy alkupozícióban. Lényegtelen vagy. Tudod, hány boszorkányt égettek meg Szálemben? Hányat? Egyet sem. Nem mágiára küldték, felakasztották őket. A megalázottság helyét őrült harag vette át a tehetetlenségem miatt. Nem kellett hozzá sok, hogy előálljak a tervemmel. Minden kedden játékot fogok vezetni ebben a lakosztályban. A kezdőtét 250 ezer. Ez nagyot fog szólni. Játszunk! 8 évig vezette Hollywoodban, és 2 évig New Yorkban a világ legexkluzívabb és dekadensebb férfi klubját. Látta a többi nevet a vádiratában. Molly, milyen szoros volt a kapcsolata az orosz maffiával? Őrületes hírverést kaptál. 2,8 millió üti a markát most azonnal. Szét fognak cincálni. Sikerült egy sok millió dolláros üzletet kiépítened pusztán az eszedre hagyatkozva. És most bírósági vizsgálat elé nézek. Hát senki sem tökéletes. Új ajánlat érkezett. Felmentik minden vád alól, ha átadja a merev lemezeket. Láttam, mi van azokon a lemezeken. Családok, életek, karrierek mennek tönkre. Miért egyedül viszi el a balhét? Hol vannak azok, akiket védelmez azzal, hogy nem mond el mindent? Mindent elmondok nekik, amit tudni akarnak rólam. Csak rólam. Ennyi. Elit játszma. Hamarosan a mozikban.